Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba. És most szeretnélek benneteket megkérni, hogy velem együtt mondjatok el egy-két igét, mert a hittel hiszünk az igazságban, és szájjal valljuk meg az üdvösségünkre. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és föltámadott az én megigazulásomért, és hiszem, hogy ő az én főpapom, aki fölment a mennyekbe, és az Atya jobbján foglal helyet, és ő az, aki Szent Szellemmel és tűzben meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik a Szent Szellemet. És hiszek abban, hogy a Szent Szellem eljött. Hiszem, hogy a Szent Szellem Úr, Isten személy. És hiszem, hogy a Szent Szellem, aki megelevenít engemet, mert megvan írva, hogy a test az nem használ semmit. Szellem az, amely elevenít. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van, ezért az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És ezért a mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Lélek, és Jézus Krisztusnak a tanúja vagyok. És hiszem, hogy mindenre van erőm a názáreti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert a názáreti Jézus felvitte a golgotai keresztre a testében a bűneimet, erőtlenségeimet, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. Halleluja! És hiszem, hogy az ő sebeiben meggyógyultam. Ezért az Úr Jézus nevében hatalmat veszek minden betegség, minden erőtlenség, minden átok fölött a názáreti Jézus nevében, és megparancsolom nektek, hogy távozzatok tőlem, hagyd el a testemet, belső és külső testrészeimet a názáreti Jézus nevében. Halleluja! Amen! Dicsőség Istennek! És kérlek benneteket! Kezdem tehát Jeremiás próféta könyvének felolvasását a 32. résztől. Az a szó, amelyet szól az Úr Jeremiásnak, Sedékiásnak, a Júda királyának 10. esztendejében. Ez az esztendő a Nabukodonozor 18. esztendeje. És akkor megszállotta a babiloni király serege Jeruzsálemet, és Jeremiás próféta elzárva volt a tömlőcnek pitvarában, amely a Júda királyának házában volt, mert Sedékiás, a Júda királya záratta be őt, mondván, miért prófétálsz te ezt, mondván, ezt mondta az Úr, íme én a várost a babiloni király kezébe adom, és beveszi azt. És Sedékiás, a Júda királya, meg nem menekszik a káldeusok kezéből, hanem a babiloni király kezébe adatik, és ennek szája szól Amannak szájával, és ennek szemei látják Amannak szemeit. És Babilonba viszi Sedékiást, és ott lesz mindaddig, amíg meg nem látogatom őt, azt mondja az Úr, hogyha hadakoztok a káldeusok ellen, nem lesz jó dolgotok. És mond a Jeremiás. Szólott az Úr nékem ezt mondván. Íme Hanameél Sallumnak, a te nagybátyádnak fia hozzád megy mondván, vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban van, mert téged illet vér szerint, hogy megvegyed. Eljöve azért hozzám Hanameél, az én nagybátyámnak fia, az Úr beszéde szerint a tömlőc pitvarához, és mondanéke.
Kérlek, vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban, a Benyámin földjén van, mert téged illet, mint örököst, és te rád néz vér szerint is. Vedd meg hát magadnak. Akkor észrevettem, hogy az Úr szava ez. Azért megvettem Hanameeltől, az én nagybátyámnak fiától a mezőt, amely Anatótban van, és kifizettem neki a pénzt, 17 ezüst siklust. És beírtam levélbe, és megpecsételtem, és tanukat is állítottam, és megmértem a pénzt mérlegem. Ezután kezembe vettem a vétel felől való levelet, amely meg volt pecsételve a parancsolat és törvények szerint, és a közönséges levelet is. És a vétel felől való levelet odaadtam Báruknak, a Néria fiának, aki Mahasiás fia volt, Hanameelnek, az én nagybátyámnak fiának szemei előtt, és a tanúk szemei előtt, akik be voltak írva a vétel felől való levélbe, mind a ma judaiak szeme előtt, akik ülnek vala a tömlőc pitvarában. És parancsolék Báruknak azok szemei előtt mondvám. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Vedd fele leveleket, ezt a vételi levelet, mind a bepecsételtetettet, mind a közönséges levelet, és tedd azokat cserépedénybe, hogy sok ideig elálljanak. Mert ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Még házakat, mezőket és szőlőket fognak venni a földön. És könyörgék az Úrnak, miután odaadtam a vétel felől való levelet Báruknak, a Néria fiának mondván. Ah, Uram Isten! Íme te teremtetted a mennyet és a földet a te nagy hatalmaddal és a te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted. Aki irgalmasságot cselekszel, ezer íziglen, és aki az atyák bűnéért az ő fiaik keblében fizetsz meg ő utánuk. Te nagy Isten, te hatalmas, akinek neve seregek ura, nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, akinek szemei jól látják az emberek fiainak minden útjait, hogy kinek-kinek megfizesse az ő útai szerint, és az ő cselekedeteinek gyümölcse szerint. Aki jeleket és csodákat tettél Egyiptom földjén, és minden napiglan, mind Izrael földjén, mind az embereken, és nevet szereztél magadnak, amint ez a mai napon is megvan. És kihoztad a te népedet, az Izraelt Egyiptom földjéből jelekkel és csodákkal, és hatalmas kézzel, és kinyújtott karral, és nagy rettegtetéssel. És nekik adtad-e földet, amely felől megesküdtél az ő atyáiknak, hogy adsz nékik tejjel és mézzel folyó földet. És bementek, és birtokolták azt, mindazáltal nem hallgattak a te szódra, és nem jártak a te törvényeidben, amiket parancsoltál nekik, hogy megcselekedjék. Azokból semmit sem cselekedtek, ezért minden gonoszt rájuk borítottad. Íme a sáncok a városhoz érnek, hogy bevegyék azt. És a város odaadatik a káldeusok kezébe, akik megostromolják ezt fegyverrel, ésséggel és dökhalállal. És amint szólottál, meglett, íme látod is. És mégis azt mondottad, Uram Isten, nékem, védj magadnak mezőt pénzen, és legyenek tanúid felőle, holott a város a káldeusok kezébe adatik. És szól az Úr Jeremiásnak, mondván. Íme, én az Úr Istene vagyok minden testnek. Vajon van-e valami lehetetlen nékem? Azért ezt mondja az Úr. Íme, én odaadom-e várost a káldeusok kezébe, és Nabukodonozornak, a babiloni királynak kezébe, hogy bevegye azt. És bemennek a káldeusok, akik ostromolják-e várost, és a várost felgyújtják tűzzel, és felégetik azt, és a házakat is, amelyeknek tetején füstöltek a Baálnak, és áldoztak idegen isteneknek, hogy engem haragra ingereljenek. Mert Izrael fiai és Júda fiai ifjúságuktól fogva csak azt cselekedték, ami gonosz az én szemeim előtt. És az Izrael fiai csak haragra gerjesztettek engem az ő kezeik cselekedeteivel, ezt mondja az Úr.
mert csak bosszúságomra és búsulásomra volt a város, attól a naptól fogva, amelyen építették azt mindez ideig. Úgyhogy el kell azt törölnem az én színem elől. Az Izrael fiainak és a Júda fiainak minden bűnéért, amelyet cselekedtek, hogy felháborítsanak engem, ők maguk, az ő királyaik, fejedelmeik, papjaik és prófétáik, és Júda vitézei és Jeruzsálem polgárai. És háttal fordultak felém, és nem arccal. És tanítottam őket jó reggel. És noha tanítottam őket, nem voltak készek az intés befogadására. Sőt, az ő utálatosságaikat behelyezték a házba, amely az én nevemről neveztetik, hogy megfertőztessék azt. És magaslatokat emeltek a Baálnak, a Ben-Hinnom völgyében, hogy megáldozzák fiaikat és leányaikat a Moloknak, amit nem parancsoltam nekik. És még csak nem is gondoltam, hogy ez utálatosságot megcselekedjék, hogy Júdát vétekre vigyék. És most azért azt mondja az Úr Izrael Istene városnak, amely felől ti mondjátok, oda adatik a babiloni király kezébe fegyver, éhség és dökhalál miatt, íme én összegyűjtöm őket mindam a földekről, amelyekre kiűztem őket haragomban, felgerjedezésemben és nagy bosszankodásomban, és visszahozom őket a helyre, és lakni hagyom őket bátorságban. És népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenük leszek. És adok nekik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik és az ő fiaiknak ő utánuk. És örökké való szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tőlük és a velük való jótéteménytől, és az én félelmemet adom az ő szívükbe, hogy el ne távozzanak tőlem. És örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük, és biztosan beplántálhatom őket a földbe teljes szívvel és teljes lélekkel. Mert ezt mondja az Úr, amiképpen ráhoztam e népre minden nagy veszedelmet, azonképpen hozom rájuk mindazt a jót, amiket én felőlük mondok. És vesznek még mezőt a földön, amely felől ti ezt mondjátok, pusztaság ez emberek nélkül, barmok nélkül, és oda adatik a káldeusok kezébe. Pénzen vesznek mezőket, és beírják a levélbe, és megpecsételik, és tanukat állítanak a Benyámin földjén, Jeruzsálem környékén és Júda városaiban, a hegyi városokban és a síkföldi városokban és a délfelől való városokban, mert visszahozom az ő foglyaikat, azt mondja az Úr. Következik Németh Sándor napi üzenete. Tehát ez a nagy különbség, és ezért nem az vonatkozik azok a proféciák az igazi egyházra, amely az apostata Izraelre vonatkozik, amikor már a szövetségtől elszakadt. A proféták azért beszéltek kemény, egyre keményebben, mert nem hallgattak a megtérés üzenetére, sőt megkeményítették a szívüket, lelküket, és elkezdték üldözni azokat a profétákat, Istenek a küldöttjeit, papokat, írástudókat, akik az Istenek az üzenetét tolmácsolták nekik. De hát itt ma azt látjuk, hogy összekeverik a csapot a pappal, ahogy szokták ezt mondani, hogy apostata egyházkéntnak minősítenek bibliai egyházakat, ahol a hívőknek a döntő többsége tisztességes hívő, és mindent megtesz, hogy Isten félő, vagy Isten kedvéért tetszését elnyerő életet éljenek. Ezeket Isten nem kárhoztatni akarja, nem megtaposni akarja, nem a jó hírüktől akarja őket megfosztani, hanem pontosan az ellentétét, hogy meg akarja szilárdítani a velük való személyes közösségét, és még nagyobb áldást akar az életükre bocsátani. Tehát ezért te egy különbséget.
az igaz és a hamis proféták között. És ne kövess farkasokat, ne kövessél tolvajokat, mert ezek nem kímélik az egyházat, hanem pontosan azért mennek be az egyházba, juhoknak a formájába, hogy széjjel zúzzák és szétrombolják a közösségeket, az embereknek a kapcsolatát Isten igéjével és a testvéri kapcsolatokat is. Isten pedig mit akar? Tehát a kulcsszó, ne felejtsd el, az építés. Hamis profétáknak a mi a kulcsszava? A rombolás. De ugyanakkor figyeljétek meg a hamis profétákon, hogy nem rombolnak ott, ahol tényleg rombolni kellene. Mert bőségesen van. Például Babilonban érdemes rombolni. Nagyon sok olyan erősséget, nagyon sok olyan magaslatot, nagyon sok olyan gondolkozási módszert, amivel az embereknek a lelkét mérgezik, hogy ne higgyenek Isten igéjébe, ne reménykedjenek Jézus Krisztusnak az ígéreteibe, visszajövetelébe, ne várakozzanak erre, ne legyenek elkötelezettek, a testüket ne kötelezzék el a megszentelődés és a megtisztulás számára. Tehát, vagy ezt akarják létrehozni a keresztények életében, ez nem az Úrtól van. Tehát ezért légy bölcs, mert pontosan a Babilonnal kapcsolatosan ez a rendkívül fontos dolog, egyik fontos dolog, hogy megerőszakolják és megrontják a szenteket, de ez csak ott tud sikerülni, ahol nem tudnak különbséget tenni az igaz és hamis proféciák között, az igaz és hamis proféták között. Ne felejtsétek el, hogy a sátán képes átváltoztatni magát világosság angyalává, hogy becsapja az embereket, és elszakítsa az embereket Jézus Krisztussal való egyenességből, és elfogadtasson velük hamis evangéliumot, hamis szellemet, amivel a Szent Lelket akarja kiszorítani, az igaz evangélium helyett. És ezeknek az ítéletük megvan. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. A szellem szárnyain. Istent csak a szellemben tudjuk imádni. Ő fel tud bennünket emelni magával erre a szellemi szintre, hogy alapot vegyünk minden ismeretben, és így minden szempontból olyan szilárdan álljunk a szellemi dolgokban, hogy Isten bármikor fel tudjon emelni. Az emberek megpróbálják magukat felemelni, ám abban Isten nincs jelen. De amikor a szellem az, aki felemel, amikor Istennel megyünk fölfelé, minden tökéletes harmóniába kerül. Mi pedig menetelünk előre egyenesen a győzelemig. Ez egy nagyszerű hely, ahol dicsekedünk Jézus Krisztusban, és nem a testben bizakodunk. Pál még hozzáteszi, jól lehet, én nékem van bizakodásom test szerint is. Pál kifogástalanul megtartotta a törvényt, ugyanakkor egy másik törvény működése is felfedezhető volt nála. Ó, az a legnagyszerűbb dolog, amikor az Úr Jézus tartja a gyeplőt. Akkor nincs már miért cselekednünk, mert a törvény magatartásából származó tökéletességünk megszűnik. Ó, milyen csodálatos ránézni a tökéletes Jézusra! Ő mindent felülmúl. Ezért Pál mindent szemétnek ítélt, függetlenül mindattól, ami akkor vagy azelőtt volt. Nem volt számára semmi segítség. Számunkra sincs segítség, csak a tehetetlenség és a semmivé válás útján. Nincs ahhoz fogható, mint a szellemben való vajúdás. Ez mindaddig teher, amíg Isten fel nem ment alóla. Voltak már ilyen napjaim. Ma reggel is volt rajtam teher, de Isten most megszabadít a vajúdástól. Azt mondom, testvéreim, hogyha Isten nem visz el bennünket a szellemi megtörtség állapotába, ha nem formál át bennünket a ránk vonatkozó akaratának nagyszerű terve szerint, akkor a legjobb teljesítményünk is abszolút kudarcra van ítélve. De amikor a mindenható Isten teljesen kézbe vesz, még a gyengeséget is erővé teszi, még a meddő, gyámoltalan, nyekergő kiáltásunkat is olyanná teszi, hogy férfiak és nők születnek e vajúdás közben.
Van egy hely, ahol a gyámoltalanságot Isten minden hatósága érinti meg, ahonnan ragyogva kerülsz ki, mint a tűzben megpróbált arany. Ó, szeretteim! Látom, hogy nincs remény a pünkösdiek számára, csak a megtörtség állapotában. A kereszten, ami Urunk megtört szívvel halt meg. Pünkösd a gúnyolódásból és lefitymálásból, egy korty ecetből, a botütésekből, a rá kimondott ítéletből, és abból a kereszthalából született meg, amelyet el kellett szenvednie. De dicsőség Istennek, pünkösd ma reggel is felzendül az igén keresztül. Értünk végeztetett el. És mivel elvégeztetett, elfoglalhatjuk ugyanazt a helyet, amelyet Krisztus elfoglalt. Feltámadhatunk a halálból, eljuthatunk a fenséges dicsőségbe a feltámadás mennyei érintése által, amely tudatja az emberekkel, hogy Isten tett értünk valamit. Ébredés a szívünkben naponta. A szívünkben minden nap ott kell lennie az ébredés érintésének. Minden nap el kell változnunk az ő képmására. Minden időben újjá kell lennünk. Nincs ahhoz fogható, mint amikor minden kegyelmet és ismeretet birtokol az ember. Valahol elkezdődik, és Isten szeretné, ha elkezdenénk az erőnek mindezeket a boldog mondásait. És soha nem hagynánk abba, hanem egyre feljebb és feljebb emelkednénk a tökéletesség felé. Nézzünk meg néhány ilyen boldog mondást, amelyről Isten azt akarja, hogy ma elérjük őket. De amelyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Lapozzunk oda a zsidókhoz írt levél 10. rész 32. versszakhoz is. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki. Biztos vagyok benne, hogy senki nem tud ezen a területen összhangba kerülni az igével a szellem megvilágosító munkája nélkül. Isten időről időre szól hozzám, hogy biztassak mindenkit a Szent Szellemben való keresztségre, mert ebben az áldott ajándékban határtalan kegyelem található. Továbbá az előbbi kijelentésben található kitartás is a szellem által. Krisztus kiválóságát csak megvilágosítás által lehet megérteni. Úgy gondolom, hogy a Szent Szellem a nagy megvilágosító, aki megérteti velünk Isten minden mélységét. Tanúságot kell tennünk Krisztusról. Jézus ezt mondta Tamásnak. Mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Világos tehát, hogy a kijelentéshoz kapcsolatba Istennel, és kijelentés által válik lehetővé, hogy közvetlenül belelássunk a fej Jézus Krisztus teljességébe. Oh, happy day. Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Még mielőtt a további igékre térnél, ugye most sokakban felmerülhet a kérdés, hogy éppen ez a helyzet, ami most jelenleg is zajlik a világban, hogyan ad lehetőséget arra, hogy ezt a testvéri szeretetet, akár a szívességet, meg amik az imént elhangoztak, ezeket gyakoroljuk. De gondolom, hogy akár gyakorlatban ez úgyis megnyilvánulhat, hogy felhívom a testvéremet, megkérdezem, hogy miben segíthetek, pont éppen emiatt a helyzet miatt, vagy akár amiről beszéltél, hogy egymásnak a gyarlóságait elszenvedjük, nekem a közösségi média jutott eszembe, mert ott azért az emberek sokkal ingerlékenyebbek, és sokkal könnyebben tudják a másiknak akár a véleményét, a más véleményét, úgy
felszkálalni egy nagy közönség előtt ráadásul, ami még akár megalázó is lehet, ami nem testvéri, vagy nem ennek a szeretetnek a körében zajlik. Ez így van, ezt én is egyébként fölírtam magamnak a szociális médiát, hogy erre térjek, illetve a közösségi médiát, hogy térjek ki rá, hogy fontos, hogy amikor az ember a közösségi médiában posztot oszt meg, vagy kommentel, akkor ne legyünk sértőek. És ne alázzunk meg másokat, akkor sem, hogy minket megsértettek. Tehát ez is a jóságnak a megnyilvánulása, hogy ne sértsük meg az embereket. Ugye a közösségi médiának jellemzője, hogy az ember csípőből reagál. És ilyenkor gyakran indulattal reagál az indulatra, de ezt nekünk nem szabad megengedni, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Le kell higgadni, le kell csillapodni, és hogyha mások megsértettek, akkor sem szabad negatívan reagálni. Igen. Volt, hogy írtam egy komment, illetve egy kommentet, azt hiszem, hogy egy posztot a Facebookra egy fontos témában a választások, az amerikai választások környékén, és akkor volt, aki megtérésre szólított fel. Testvér holott semmit, csak annyi volt a megjegyzésem, hogy szerintem a Joe Biden jól tette, hogy nem nem tette meg, amit a Trump kért, mert véleményem szerint ebből nagyon nagy baj lett volna. És akkor volt, aki megtérésre szólított fel, volt, aki azt írta ki nekem, hogy lehet valaki ilyen puta ember. De ilyen a médiában, nem reagáltam rá indulatosan, csak megkértem a testvérnőt, hogy mondja meg, hogy miből kellene megtérnem, mert... De egyelőre nem sikerült rájönnöm. A konkrét poszt kapcsán tehát. Na, szóval vigyázni kell a közösségi médiában. Vigyázni kell, hogy ne legyünk indulatosak. Egyébként nem jó túl sokat rajta lenni, az a véleményem. Én sem ritkán kommentelek, és ritkán osztok meg posztokat, meglehetősen ritkán. De ez egy olyan időszak volt, amikor ezt fontosnak tartottam kiírni. No, válaszoltam a kérdésedre? Igen, köszönöm szépen, csak azért is gondoltam ezt közbevetni, hogy ezek ilyen gyakorlati dolgok, amik most is jelen vannak az életünkben, és hogy mondjam, ne csak ilyen nagy dolgokra gondoljanak akár a hallgatók se, amikor erről beszélünk, hanem akár ezekre a mindennapi tevékenységekre, hogy ezekben is jó, ha meg tud jelenni akár a szívesség, akár a jóság, akár az egymás iránti testvéri szeretet. Abszolút, és szeretném felhívni a figyelmet azokra a testvéreinkre, akik hozzátartozóikat veszítették el a koronavírus járványban, hogy ő feléjük pedig különösen az együttérzést és a szeretetet meg kell mutatni, és nem csak szavakban, és nem csak érzelmekkel, hanem amennyire lehetséges tettekkel is. Tehát igyekezünk segíteni. Van a Kert Alapítványnak is egy kezdeményezése, a Hit Rádióban is volt szó róla. Tehát ezt is lehet támogatni, mert sokan tehát elvesztették a családfőt, például anyagi szükségben vannak, problémákban vannak, és fontos, hogy segítsünk nekik. És hát másokban is, akik mondom bajba kerültek a koronavírus járvány kapcsán, de hát talán akik elvesztették a hozzátartozóikat, ők szenvedték a legnagyobb bajt. Tehát rájuk különösen oda kell figyelni. Nem szabad, hogy mi egy család vagyunk. Isten népének egy családként kell viselkedni. A nagy család legyen minél nagyobb, és hálás vagyok az Úrnak, hogy a gyülekezete nem egy 50 fős család, hanem egy sok 10 000 fős család, de fontos, hogy családként, testvérként viszonyunk egymáshoz.
Igen. És akkor talán akkor átérnék a jóságra is. Ezek szinonimák egyébként, egymásnak a szinonimá is, de néhány igét a jósággal kapcsolatosan is megosztanék a kedves hallgatókkal. Tehát még egyszer elmondom, a jóság az agatoszüné, görög szó kiválóságot, jóságot jelent, illetve a melléknév a jó, az pedig nemes, jó, bátor, derék, kiváló, becsületes, jó indulatú alapjelentései vannak, és néhány igét ezzel kapcsolatosan is szeretnék megosztani. Róma levél 15. fejezet 14-es verse, most a Szent Pál Akadémia fordításában fogom felolvasni. De én magam is meg vagyok győződve testvéreim felőletek, hogy ti magatok is tele vagytok jósággal, beteljesedtetek mindenféle ismerettel, és képesek vagytok egymást is inteni. Két dolog, amit ebből szeretnék kiemelni. Először is az, hogy Pál apostol nem volt egy hízelgő típus. Tehát, hogyha ő azt írta a római gyülekezetnek, hogy tele vagytok jósággal, akkor tényleg tele voltak jósággal. És ha ez nekik lehetséges volt, és ugye most nem Jézus Krisztusról beszélünk, nem is Pál apostolról, hanem egyszerű hívőkről beszélünk, a római gyülekezet tagjaivalról beszélünk. Ha nekik lehetséges volt, hogy tele voltak jósággal, akkor nekünk is lehetséges, hogy tele legyünk jósággal. És miért? Azért, mert ugyanaz a szellem van bennünk, mint a római gyülekezet tagjainakban is volt, és ugyanaz a Szentlélek ugyanazt a jóságot létrehozza bennünk, amit bennünk létrehozott. És ez azt mutatja, hogy tele voltak jósággal, hogy tele voltak Szent Szellemmel. Dicsőség Istennek is. Mi is, ha tele vagyunk Szent Szellemmel, és hagyjuk, hogy a szellem gyümölcsei létrejönnek bennünk, akkor tele leszünk jósággal is. De úgy folytatja Pál apostol, illetve nem de, hanem és úgy folytatja Pál apostol, hogy beteljesítetek mindenféle ismerettel, képesek vagytok egymást inteni is. Tehát a testvéri közösségben kapcsolatban van helye a korrekciónak is. Van helye az intésnek is. De az nagyon fontos, hogyha valakit figyelmeztetünk, vagy intünk, akkor nagyon fontos, hogy jók legyünk ahhoz az emberhez. Tehát a jóságnak a jó indulatúak legyünk hozzá. Tehát nem szabad jó indulat nélkül korrigálni a testvérünket. És a jó indulat az meg kell, hogy előzze az ismeretet. Ahogy Pál apostol is azt mondta, hogy tele vagytok jósággal, beteljesedtetek mindenféle ismerettel. Tehát lehet, hogy megvan az ismeretem arról, hogy a testvérem valami rosszat csinál, esetleg valamilyen területen az életében nem igei módon viselkedik, de csak akkor tudunk használni neki, és akkor tudunk jót tenni vele, hogyha van felé egy nagyfokú jó indulat a szívünkben. Kedvesség, jó indulat, jó akarat. És az intésünk, a korrekciónk, a figyelmeztetésünk, a korrekciónk az ebből fakad, a jó indulatból fakad. És így tudunk csak bibliai módon inteni, és csak így szabad. Ez jelent áldást annak, akit megintek. És akkor, vagy megkorrigálok. Ez pásztorokra ez különösen igaz. Pásztoroknak munkaköri kötelessége a jó indulat. Nem lehet úgy inteni, hogy valakinek nincs jó szíve a másik ember felé, és nem szabad úgy korrigálni. És a másik, amit ezzel kapcsolatban akarok mondani, hogy ne is fogadjunk el olyan embertől,
intést és korrekciót, aki nem jó hozzánk. Tehát aki nem jó, most az egyházon belüli dolgokról beszélek, nem arról, hogy a munkahelyemen a munkaadó valamit rosszat csinálok, és akkor ő ott korrigál, az egy más történet. De én az egyházról, egyházon belül beszélek, hogy a gyülekezeten belül, ha valaki akar engem korrigálni, figyelmeztetni valamiről, akkor ez csak akkor fogadjam el, és akkor lesz számomra áldás, hogyha abban az emberben felém szeretet van. Jó indulat van. Tehát pattints le magadról a törvénykező hívőket. Ez csak ezt akartam mondani. Tehát nem de sokan jönnek úgy, nem, hogy én csak jó indulatból szólok, meg, és mégis érzi az ember mögötte, hogy nem sok jó indulat hát van igen, mögötte. Sok minden lehet mögött. Lehet irigység, lehet sok minden lehet a mögött, hogy az ember a másik megszólja, vagy meginti, de nem. Tehát annak, hogy egyáltalán az, hogy valakinek a korrekcióját elfogadjam, ahhoz már kell, hogy tapasztaljam, hogy az ember jó volt velem. Németh Sándor korrekcióját elfogadom. És javaslom a gyülekezet minden tagjának, hogy fogadja el, mert Németh Sándor jó volt velem. Nem csak személyesen is, de nagyon sok jót kaptam tőle, nagyon sok jót kaptunk tőle, és Judittól is, és ezért tőle elfogadom. Vagy hogyha az ember egy gyülekezetnek a pásztorától egy hívő, az fogadja el az intést, a korrekciót, mert kapott tőle. Rendszeresen kap áldást, jót tőle. De ez csak azért tartom fontosnak, hogy azoktól, akik nem jó indulattal vannak felénk, nem látni azt, hogy benne van a jóság a magatartásukban, a szeretet, azoktól nem kell elfogadni a korrekciót. Még akkor sem, ha igazuk van. Majd Isten küld olyat, aki szól hozzánk, és ezt szeretettel, szelítség szellemével, jó indulattal fogja megtenni. És akkor nem kerülünk károsztatás alá. Mert egy igei korrekciónak nem az az eredménye, hogy az ember károsztatás alá kerül, hanem az, hogy felszabadul benne a hit, hogy hát ez az, hát végre valaki megmondta, hogy mit csináljak, hogy kikerüljek ebből a helyzetből, hogy végre valaki megmondta, hogyan tudok tovább lépni, és hogyan tudok tovább fejlődni. De ha valakit letörvénykeznek, vagy lekárhoztatnak, úgymond segítő, idézőjelbe segítő szándékkal, ahogy te is mondtad, hát azt nem szabad elfogadni, mert abban nem a jóság nyilvánul meg, és nem építik le. Tehát Isten jó hozzánk. Én gyakori kérdés egyébként a Hit Rádióhoz gyakran érkezett ilyen kérdés, hogy ha mi látjuk, hogy valamelyik testvérünk esetleg nem úgy jár el bizonyos dolgokban, akkor meginthetjük el, vagy mit tegyünk. Gondolom, hogy kérdezem, hogy ebbe egy ilyen helyzetben, a fordított helyzetben jobb, hogyha az ember inkább előbb imádkozik a testvéréért, és nem hamarkodja el úgymond a korrekciót? Hát mindenképpen. Meg azért hát lehet szólni a pásztornak. Tehát mondjuk, hogyha van egy olyan hegygyülekezetben, ahol a pásztor ismeri azt a konkrét hívőt, lehet szólni neki, és lehet, hogy jobb, hogyha ő inti meg, vagy korrigálja a testvért, vagy ő szól neki. De van, amikor erre nincs mód, vagy nem, ez az út nem járható, akkor a hívők is persze szólhatnak egymásnak, de az nagyon fontos, hogy szeretetből történjen, szelítségnek a szellemében, tényleg javító szándékkal, tényleg jó indulattal. És el kell hordoznunk egymásnak a gyarlóságait. Tehát például most aktualitás a koronavírus kapcsán.
vannak, akik nem akarják beoltatni magukat, hívők is, gyülekezet tagja is, keresztények is, különböző okokból kifolyólag. Most nem szabad, hogy mondjam, én nem értek ezzel egyet, én helyeslem azt, hogy az emberek beoltatják magukat, és igyekszek mindenkit rábeszélni, de ha valaki úgy dönt, hogy nem, és ez az ő döntése, akkor nem kell leruhanni, hogy már pedig te most akkor ilyen meg olyan vagy, stb. Tehát türelmesnek kell lenni egymás felé. Szelídnek kell lenni egymás felé. Lehet, hogy majd meggondolja magát. És az úr megtanítja valahogy. Tehát érted, miről beszélek, és remélem értik a hallgatók is, hogy miről beszélek. Ilyen időszakban mindig vannak ilyen kérdések, amik megosztás hoznak hívők és hívők közé is, ahogy a világban is megosztás hoznak az emberek közé ezek a kérdések. Nem szabad hagyni, hogy szóval nem szabad ezeket az ellentéteket kiélezni, hanem inkább össze kell, tehát a kapcsok, kötelek által erősíteni kell a gyülekezetnek az egységet. Jó, tehát igen, ezt akartam az intésről beszélni, hogy mit fogadjunk el, és hogyha mi korrigálunk, akkor ezt hogyan tegyük. Az Efézus 5. fejezet, Efézusi levél 5. fejezet 9-es versében azt olvassuk, hogy a világosságnak a gyümölcse minden jóságban, és igazságban, és valóságban van. Tehát a világosság gyümölcse a jóság. Az egyik gyümölcse a jóság. És ezzel kapcsolatban meg azt tartom fontosnak elmondani, hogy az Istentől jövő kijelentések és szellem által az ember jobb ember lesz. Jobb ember lesz. Jobb szívet hoz létre. Nagyobb szeretetet hoz létre az emberben. Az Istentől jövő kijelentések, és az a szellem, amit Isten oszt meg az emberrel, ettől jobb ember lesz az ember, jobb indulatú lesz az embertársai felé is, és a testvérei felé is. Miért mondom ezt? Azért, mert mivel ez egy gyümölcs, ezért ezáltal meg is lehet ítélni bizonyos kijelentéseket, és bizonyos szellemet is, bizonyos hatásokat. Hogy milyen következménye van az ember életében, az ember szívében, az embertársai felé való viszonyra, a gyülekezet tagjai felé való viszonyra. Milyen hatása, milyen következménye van? Ha nem jobb lesz az ember tőle, hanem esetleg rosszabb, tehát rossz a benne meglevő jóság, ami volt, az csökken az embernek a szívében, rosszabb lesz a véleménye a hívőkről, rosszabb lesz a véleménye, rosszabb lesz a szíve az embertársai felé, akkor ez nem a világosságnak a gyümölcse. És ezért az a hatás, ami ezt okozta, az nem jó hatás. És ilyen kijelentéseket től az embernek, úgymond kijelentések, tehát az ilyen szellemi hatástól az embernek el kell, nagyon fontos, hogy elhatárolja magát. Mert mi vagyunk a felelősek azért, hogy mit fogadunk el, milyen szellemet fogadunk be, és milyen kijelentéseket fogadunk be. És milyen hatást fogadunk be. Ez rajtunk múlik. És mondom, az egyik lakmuszpapír, az egyik gyümölcs, nagyon fontos gyümölcs, hogy jobban szeretem az embereket általa, jobban szeretem a testvéreimet, jobb indulat van bennem feléjük, vagy rosszabb. Halleluja. És ez nagyon fontosnak tartom, mert sok se olyan korban élünk, amikor az interneten keresztül rengeteg hatás éri az embert. És sokszor a hívők egy része is meggondolatlanul fogyaszt mindenfélét az interneten.
olyan tanításokat néz meg, olyan dolgokat hallgat meg, olyan beszédekre figyel, aminek utána nem lesznek jó gyümölcsei. És ezért fontos, hogy lássuk azt, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól. A jónak jó hatása van ránk. A jótól jobbak leszünk. Amitől rosszabbak leszünk, rosszabb emberek leszünk, az nem jó. Tehát ez ilyen egyszerű, de ezt ugye a gyakorlatban kell ültetni. Volt nálunk is, hogy tehát voltak megosztások, egyes testvérek, vagy mások felé bennem indulatot akartak létrehozni, stb. Volt ilyen is, és elmondtam nekik, hogy hát én nem azért értem meg, hogy rosszabb ebben legyek, mint amilyen voltam a világban. Ott is igyekeztem, nem nagyon sok hibám meg bűnöm volt, de igyekeztem jó indulatú ember lenni, hát keresztényként, hát nem azért értem meg, hogy rosszabb legyek, azért értem meg, hogy jobb ember legyek. Halleluja. És ugye azt mondja a Tesszalonika levélben az ige, 2 Tesszalonika 1.11, ezért mindig imádkozunk is értetek, hogy méltóvá tegyen titeket a mi Istenünk az elhívásra, és töltse be a jóra irányuló minden szándékotokat és a hitetek működését erővel. Tehát jóra irányuló szándékról beszél itt az ige, tehát kell akarni a jót, kell akarni jó embernek lenni, és kell akarni jót tenni, és jól beszélni, viszont Pál apostol imádkozik a hívőkért, hogy erre adja meg Isten az erőt, a képességet. Tehát akarnunk kell jót tenni és jó embernek lenni, erre viszont a képességet Istentől kell kérni. És ezért nagyon fontos, hogy kérjük rendszeresen, hogy a szellem gyümölcsei legyenek teljessé bennünk, növekedjenek bennünk, és növekedjen bennünk a szívesség is, a kedvesség is, a jóság is, a jó indulat is az embertársaink felé. Miért Istentől kell kérni? Mert ugye Jézus is megmondta, hogy csak Isten a jó. Emlékszel rá? Emlékeznek rá a hallgatók is, miért mondasz engem jónak, amit mondta a gazdag embernek, aki azt mondta rá neki, hogy jó mester, senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát az Isten a jó. Ha ami jó van bennünk, azt Istentől kaptuk, és az Isten munkája bennünk. Ha több Krisztus van bennünk, ha nagyobb bennünk a krisztusi természet, akkor jobb emberek leszünk. Igen. És még a Máté, lassan úgy látom, hogy le fog járni az időnk, de még azért van egy-két ige, amit elmondanék. A Máté 20.15-ben olvassuk a szőlőművesek példázatánál mondja Jézus, hogy avagy nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Ugye nem akarom elmondani az egész példázatot, csak hogy a gazda kiment a munkaerőpiacra, és onnan hajnalban hívott embereket, hogy dolgozzanak neki egész nap a szőlőjében, aztán utána újra kiment, volt 11 órakor is kiment, akiket akkor hívott be a munkába, azok csak 1 órát dolgoztak, akiket meg hajnalban, korra reggel hívott be, azok meg 12 órát, és megállapodott az elsőkkel, hogy mennyi pénzt fizet nekik. És utána ugyanazt a pénzt adta mindenkinek. Tehát nem csak nekik adott ugyanazt az összeget, amit megállapodott velük, hanem mindenkinek ugyanazt a pénzt adta. És erre hát nem örültek ezek a munkások, és erre mondja a gazda, hogy azért gonosz a te szemed, mert én jó vagyok. Tehát mi ebből a tanúság, hogy jó ember a másiknak nem az érdemei szerint fizet.
hogy ne a másik érdemei szerint fizessünk. Ne az, mert Isten sem az érdemeink szerint fizet nekünk, ha ez a kegyelem. Hogy nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem annál sokkal jobbat. És legyünk mi is ilyenek. Hogy ne azt adjuk az embereknek, amit megérdemelnek, hanem annál jobbat. És mert ekkor leszünk Istennek a fiai, aki jótevője, ahogy Jézus mondta, jóknak is, gonoszoknak is egyaránt. Tehát törekedjünk erre, hogy ne úgy viszonyuljunk az emberekhez, ne az érdemeik szerint adjunk nekik, hanem jobbat, többet. Mert ekkor leszünk az Úrnak, az Úrhoz hasonlók, mert ő is így viszonyul hozzánk. Kegyelmes, irgalmas. És tudja, ez a legapróbb dolgokban is az életben megnyilvánul a jóság. És például azt tapasztalom például közlekedésben, hogy ugye gyakran indulatokat lehet tapasztalni a közlekedésben is, különösen, ha az emberek feszültek, és ilyen időszakban nagyon sokan feszültek, mert komoly problémáik vannak. De például a közlekedésben is az a tapasztalatom, hogy ha én előzékeny vagyok, udvarias vagyok, odafigyelek arra, hogy hogyan vezetek, és hogy beengedem az embereket magam elé. Tehát nagy vonalon apróság, persze, hogy apróság, de ez ilyen apróságokon múlik gyakran az embernek a hangulata. Hogy ezekben az apró élethelyzetekben hogyan reagál. Megyek, mint a gőzös, és nem nézek se jobbra, se balra, vagy úgy vezetek például, hogy nézem, hogy hát kivel tudok udvarias lenni, kivel tudok jót tenni, apróság, ismétlem, de az ilyen apróságokon múlik a hétköznapi életben nagyon sok múlik ezeken, tehát az embernek a hangulata, hogy milyen a hangulata. Ilyen apróságokon múlik nagyon gyakran. És ezekkel, ha megtesszük ezeket az apró jó dolgokat, már az bennünket is változtat. Bennünket is változtat. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Jézusnak, hogy megváltott, és hogy megváltoztatott, és változtat folyamatosan, és szeretnék egyre jobb ember lenni, és bízom benne, hogy ezt létre is fogja hozni bennem egyre inkább. És hát mindannyiunkban. Ez fontos vágy kell, hogy legyen bennünk, hogy jó emberek akarjunk lenni. Mert Isten jó Isten. Csak kiegészíteni és egy kicsit árnyalni azt, amit elmondtam, hogy azért a naivitás sem jó. Tehát azt ne hagyjuk, hogy valaki a jóságunkon visszaéljen. Tehát legyünk jó emberek, de ne legyünk naivak. Azt szoktam mondani, amikor látom, hogy valaki vissza akar élni a jóságommal, hogy hívő vagyok, nem hülye. Tehát azt ne hagyjuk. Mert az emberek hajlamosak rá sokan, hogy az másik embernek a jóságát kihasználja. Ezt ne hagyjuk. Tehát ez a másik oldala az éremnek. És azért ezt szerettem volna még kiegészíteni azt, amit elmondtam. Egendorfer Gábor, a hídgyülekezet lelkésze volt a vendégünk, és a jóságról, a szívességről beszélgettünk a Szent Szellem gyümölcsei sorozat keretében. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, és búcsúzom a hallgatóktól is. Én pedig köszönöm a munkatársaink munkáját. Császár Enikő volt a szerkesztő, Kamer Jonatán és Lungauer András voltak a technikusok, Jánbor László a zenei szerkesztő, Király Tamás a felelős szerkesztő, Szobota Zoltán a főszerkesztő. A mikrofonnál Fekete Ritát hallottátok, további jó rádiózást kívánok! Oh, happy day. Oh, happy day.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.